A turizmus világnapján szeptember 27-én mesés séta az élménypontok útján címmel a Szent István Parkból indulva, a Mátyás Király sétányon haladva városnéző barangolásra várták az érdeklődőket. A Turinform iroda által meghirdetett programban hajdúszoboszlói kislányok is vállalták a mesemondók szerepét. Hanna és Eszter szoboszlói és hortobágyi történetet osztottak meg a résztvevőkkel. A Turinform iroda a közelgő népmese napjához igazodva választotta ezt a tematikát. A világ felfedezésében segít a mese, a turizmus egyik mozgató ereje pedig ugyanez a szándék. De hozzátenném, a gyógyvízzel Szoboszló mesés jövőhöz jutott, és ez a történet éppen 100 éve kezdődött. A turizmus világnapját 1980 óta ünneplik, a turisztikai világszervezet hozta létre ezt a világnapot, és igazából ez azért fontos, hogy felhívja a turizmus fontosságára, gazdasági, társadalmi szerepére a figyelmet. Itt Hajdúszoboszlón ez különösen fontos, és mi is úgy érezzük, hogy ezt a világnapot mindenképp meg kell ünnepelni, hiszen Hajdúszoboszlón minden összekapcsolódik a turizmussal, a vendégek, a helyi lakosok, a szolgáltatók, tehát mindenki szervesen része a turisztikai körforgásnak. A turisztikai főszezon augusztusban véget ért. Nem Hajdúszoboszlón évtizedek óta azon dolgoznak, hogy évszaktól függetlenül vonzónak találják városunk fürdő és wellness kínálatát, gyógyászati szolgáltatásait, valamint a kulturális programjait a vendégek. Természetesen egész évben fontos, hiszen Hajdúszoboszlón nem áll meg az élet a szezon végén, folyamatosan vannak turisták, illetve különböző programok, rendezvények, akik szintén turisztikai jelentőséggel bírnak. Ha most elmennénk a világba, más várostokba, akkor valószínűleg ott is találkoznánk ilyen programmal? Van erre vonatkozóan valami kitekintésetek? Hát a világra nincs, Magyarországon a Turinform hálózatban 68 darab Turinform iroda csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Az idén egy kicsit a mesék világába próbáltuk elvinni a sétát, ezért az élménypontjuk útján a megújult Mátyás Király sétányra vittük a váltogatókat, és a Debrecen, Hortobágy és Hajdúszoboszló élménypontoknál különböző meséket és érdekességeket fognak hallgatni az érdeklődők. A helyiek is vannak, illetve nagyon szép számmal érkeztek vendégek, turisták, akik itt nyaralnak, és örültek, hogy van egy ilyen program a városban. Férjével és unokájával szívesen kalandozik Orosz Miklósné. Az ajánlat megmozgatta képzelő erejét, ezért jelentkeztek. Végül is, hogy valamilyen szinten megismerjük városunk kis nevezetességeit, ebből a szemszögből is, amit önök nekünk most bemutatnak. Itt látom, hogy unokával jöttek? Igen, kis unoka most vágyott hozzánk újra vissza, igaz, még most volt vége a nyárnak, de ismét Szoboszlóra vágyik, mert ő nem szoboszlói. Honnan érkezdett? Szeglédről, és Szoboszla szurkoló. Igen, tehát miben szurkol Szoboszlónak? Bármilyen megmozdulás van, ő mindig jön. A művelődési házba is gyakran részt veszünk programokon, és itt a városban is. Ő nagyon ismeri Szoboszlót. Molnár Gergő korábban a helyi turizmus aktív szereplője volt. Most mesemondó keresztlánya miatt vett részt a sétán. De ha az élet úgy hozza, maga is szívesen mesél erről a vidékről. Természetesen, tehát lokálpatriótaként így van, most Debrecenben érek jelenleg feleségemmel, de mindig, hogyha útbaigazítást kérnek ugyanúgy Debrecenbe, vagy itt a környékbeliek, Hajdúszoboszlóról, akkor mindig tártkarokkal is szívesen segítek az érdeklődőknek. Ezt pont ez a séta arról szól, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a települések, tehát Debrecen, Szoboszló, Hortobágy, ezt érdemes megélni mindenkinek? Persze, természetesen szerintem, főleg manapság, amikor a regionális összefogás nagyon fontos, minden országban is, szerintem Magyarországon is, hogy legyen szorosabb együttműködés települések között. A séta vezetésére Turi Borbálát kérték fel, ami korábban szerzett helyi idegenvezetői gyakorlatának köszönhető. Így megkettőződött, izgalommal üdvözölte a csoportot. A harangháznál elmondta, hogy mindenkinek lehet egy története saját életmeséjében. Egy szál, ami a fürdőhöz vagy Hajdúszoboszlóhoz köti. Mikor eldöntöttük, hogy ha mi eljövünk nyugdíjba, én is elérem a 40 éves jogviszonyt, akkor ide költözünk Szoboszlóra. Ennek 8 éve, hogy ide költöztünk, azóta egy hotelt sem látogatunk. De jó. Hát akkor az élet írja a meséket. Azt mondta, úgy hirdette a Turinform ezt az eseményt, hogy itt megírjuk a saját mesénket is. Hát úgy tűnt.
tűnik, hogy itt már többen megírják a saját meséjüket, úgyhogy köszönjük mind a kettőtöknek. A séta levezetésében megnyugtató támogatást jelentett a Bárdos Lajos általános iskola csapata, Arany Dóró Kitti tanárnő és két negyedikes kislány, Molnár Hanna és Ungai Eszter jelenléte. Pávai Vajna Ferenc szobránál a neves geológus mellett felidéződött a régmúlt is. Éppen váltották egymást az esztendők, december végig reggel volt. Tők és András szabadkai főbíró kötött aljú nagy bundában igyekezett felfelé a városházára. Ropogott a talp alatt a hó, hideg csípőszél fújt, mégis meg-megállt, felfel tekintett az égre. Fekete hulló, károgó vajak szádostak, óvályogtak a város fölött, nagy csapatokban rebelliúztak. Meglepték a templom tetejét, sztornát, meglombosították a kopasz fákat. A gyerekek a török elűzéséről, a szilveszteri csergetésről, majd a hortobágyi ördög taposásról meséltek. Debrecen határához érve pedig Szép Ernő és Szabó Lőrinc gyermek szemével láthattuk a várost. Az apjával ment először Debrecenbe, és amikor ott megjelentek, akkor nagyon sok mindenen elcsodálkozott. Elcsodálkozott egyebek mellett azon is, hogy itt nem köszönnek egymásnak az ulak. Nem értette, hogy ezt hogy lehet, mert Szoboszlón az apja tanító volt, és hogyha kimentek a térre, akkor mindenki üdvözölte egymást. De Debrecenben pedig csak jöttek szembe ezek a kalapos urak, és senki nem köszönt, úgyhogy ez az érzékeny lelkű Szép Ernőnek igen-igen rosszul esett. És hát sok mindenre rácsodálkozott, így például rácsodálkozott a református kollégium épületére, és azután bárhol járt a világban, szinte minden épületet a debreceni kollégiumhoz hasonlított, és semmit nem talált olyan csodálatosnak, mint a kollégiumot. Tehát ő bejárta azért Oroszországot, volt Angliában, Bécsben élt is, tehát Párizs, tehát sokfelé járt a világban, de mindig úgy érezte, hogy ehhez fogható épületet nem lát. A tanárnő pedig Szabó Lőrinc Tücsök zene című versciklusának negyedik, a költő debreceni diákévekről szóló fejezetéből választott. Cókmokkal rakva, félve s boldogan vitt 8 éves fiút első utam Debrecen főutcáján. Mindenütt legendát vártam. Hajdúkat, s velük törököket, tűzvészt, gályarabot, s hogy jön Kossuth, megint beszélni fog és detronizál. Azt hittem, csupa hős vesz körül. Kis vonat mozdonya pöfögött fel, s alá. Mesebeli, guruló vaskocka, s kocsijai. Micsoda játék! S vágy, s való között egyszer csak átléptem a küszöböt. Egy bolt felett céttáblát láttam, és rajta, hogy óriás és ékszerész. Aranybetűket. Megnéztem megint, O-R-I-A-S, az, Istenem, ezt szerint gyújtam ki, itt egy óriás lakik, s hirdeti, hogy mivel foglalkozik. A program végén kapcsolódva a sétányt lezáró élménypontokhoz, Szép Ernő Hortobágy című kötetéből hangzott el a Csárdáról szóló fejezet.